Jó anyja, ehol jönni a hudár? A kisfíra ide vezeti. Mi lesz most? Elnyeled a szélkelmet, hiszen nem harapja le a filét. Nem az enyémet, hanem haj, haj, haj. Olyanokat sóhajt, hogy egy kisebb fajta szélmalmot is elhajtana. Hiszen nem kutyafejű tatár az a huszár, hanem magyar fiú. Azt tudom, hanem baj van ám anyjuk. Hiszen mi nekünk csak egy ágyunk van. Hát azt a elférünk a várban is. Elám, csak azt nem tudom, hogy a huszár beleegyezik-e. Majd beszélek én, de nem most látom, hogy kell, mert sehol kellezem. Kész, jó estét! Hát megfőzem már a vacsora. Majd leülök hamarjába egy csirkét, és megfőzem huszár uramnak. Jó is lesz. Hey, szeretem én a szép asszony fejszi. Hát a szép asszony. Hát azt se vetem meg. Nem addig, míg az ágyat meg nem vetette, de azután. Majd megtanítom egy pár fegyverfogásra. De nagy bal van ám nálunk, huszárulom. Csak egy ágyunk van, hogy hálunk meg abba. Nem baj az úr, huszárulom, ugye? Jó emberek kis helyen is elférnek. Meg hát, hogy ne férnének? A gazduram nem hánykolódik, engem észre se vesz. Úgy álltom, mint a tej. Hogy jobban aludjon, majd lefölözöm. Tudod, mégis állapodjunk meg abból, hogy milyen sorrendben feküdjünk az ágyba. Hát, gazduram fekszik közében. Az asszony kívül, én meg majd félül. Így nem lesz jó. Huszár uram fekszik középen, én belül kell mennek kívül. Így se lesz jó, majd én mondom meg az igazit. Az anyjuk fekszik középen, én belül kell mennek kívül. Én azt se bánom, hanem most a mélyes oltjuk el, mert kárpotékolni a világítás. Megtalálja huszár uram a maga helyét a sötétben is. Akkor én már fekszem is, mert két emberen keresztül csak nem mászhatok. Míg huszár uram a vacsorával bajlódik, én is lefekszem. Magától is oda talál az ágyba. Nem kell engem fejteni. Na, eloldhatom már a nézet? El, már én is fekszem. Hallja, a gazda elszik. Hallom. Na, mit csinál huszár uram? Éjjeli gyakorlatot. No, ne tréfáljon már. Hát látja, hogy én tréfálok. Látni nem látom, de legyen már vége ennek a gyakorlatnak. Pedig ennél csak nem egy gyakorlat úgy, ezután jön majd a harcászati lövése. Talán aludnénk előz egyet. Nem bánom. Na, anyjuk, én csak tréfából aludtam át. Látod, milyen jó, hogy nem én feküdtem a közébe. Mert most én is úgy jártam volna, mint te.